Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Nőnap alkalmából arra gondoltam, hogy bemutatok nektek néhány írónőt, akiknek egy könyvét vagy a könyveit valami oknál fogva az életem során nagyon szerettem. Ezzel fel is adtam magamnak a leckét, mivel meglepődve tapasztaltam, hogy mennyire rémisztően keveset olvasok nőktől. Ennek az oka nagy valószínűséggel az, hogy azokban a műfajokban, amelyeket én igazán kedvelek, kevés hölgy alkot, vagy csak nem találkoztam még velük a könyvmoly pályafutásom során. Borzasztóan mainstream leszek most. J.K. Rowlinggal kezdem, a Harry Potter írójával. Ezt természetesen mindenki tudja. Most kivételesen az angol kiadást vettem le a polcról, ebben a gyönyörű szép díszdobozos verzióban. Ezt volt egyszerűbb leemelni. J.K. Rowling elég erősen meghatározta a könyv mai életemet, mivel a Harry Potter volt az első könyv, amelyet az életem során elolvastam, természetesen magyarul. A sorozat pedig az egész életemet végigkísérte, és a mai napig nagy rajongója vagyok. Innen is hatalmas nagy hála és köszönet J.K. Rowlingnak, amiért ezt a sorozatot megalkotta. A következő pedig a szintén sokszor emlegetett Janet Evanovich, aki a Szinglifejvadász sorozattal lopta be magát a szívembe, és nem tudom hányadszor mondom el, hogy mennyire sajnálom, hogy ennek a sorozatnak csak 4 része jelent meg magyarul. Nagyon szeretem ezt is, bármikor képes felvidítani, tudom, hogy ezt is nagyon sokszor mondtam már. Igazából ismételni tudom csak magam, neki is hálás vagyok ezekért a könyvekért, nagyon sok vidám percet szereztek nekem. A következő szintén egy sorozat szerzője, és szerintem őt is említettem már valamikor, ő pedig Eva García Sáenz de Urturi, aki a Fehérváros csöndjének a szerzője, ez egy trilógia. Az a trilógia, amelyet elsődlegesen a borítója miatt vettem meg, aztán pedig a beltartalomban sem kellett egyáltalán csalódnom. Nagyon szeretem ezt a krimi sorozatot, Spanyolországban játszódik, és ami miatt nagyon szeretem, azok a csavaros, nagyon összetett történetek, és igazából a spanyol mentalitás is megjelenik benne egy kicsit azzal, hogy nagyon sokszor, mintha feleslegesen sokat dumálna. Nekem ez kimondottan tetszik a történetben, nagyon jó hangulatot teremt vele, és nem érzem soha egyetlen mondatát sem feleslegesnek. Aki az ilyet szereti, bátran ajánlom neki ezt a könyvet, és tényleg gyönyörű szépek. Hazai szerzővel folytatom a felsorolást, mégpedig Moskát Anitával, akitől az Írhaj és bűr az egyetlen könyv, amit olvastam egészen eddig. Ez a legutóbbi olvasmányom, egyébként ezt néhányan már tudhatjátok, ahogy azt is, hogy egy kicsit nehezen indult a kapcsolatunk az első 20 oldalon, de aztán végül mégis sikerült megszeretnem ezt a könyvet, és egy nagyon jó élménnyel zártam le az olvasást. Biztos, hogy fogok még olvasni Anitától, mert nem hiába szerethetik ennyien az ő írói stílusát, és ezzel a könyvvel számomra is bebizonyította, hogy van értelme a többi kötetéhez nyúlni. A következő pedig Liza Marklund, egy svéd szerző. Tőle először a Fagypontot olvastam, majd később megtaláltam a Studio 69 című könyvét is a könyvtárban, ami szintén nagyon tetszett. Tőle tehát ezt a kettőt olvastam egészen eddig. Mind a kettőről nagyon jó véleményem van. Ezt a könyvet szeretettel tudom ajánlani azoknak, akik szeretik a több idősíkon és több szálon futó, kicsit mesélős, visszaemlékezős, lassabb folyású, nyomozós történeteket. Ez pont ilyen. Van is benne nagy csattanó, meg nincs is, mert igazából, ha valaki sokat olvas már hasonló témában, akkor megfejtheti, hogy nagyjából milyen csavar lesz benne. Ennek ellenére nekem ez nagyon tetszett akkor, amikor olvastam. Végül, nem utolsó sorban pedig Henrietta Westman könyvét szeretném megmutatni, a Vincenthez vezető út címmel. Ez merőben más, mint amelyeket eddig megmutattam. Az első donormélyből született baba történetét meséli el ez a könyv. Egy ilyen nagyon megható, igaz történetről van szó, és tulajdonképpen, ha belegondolok, ez az egyetlen női téma, amit ebben a videóban most hozok. nagyon nagy hatással volt rám, amikor olvastam. Szerintem még meg is könnyeztem akkor. Ezt a könyvet szerintem egyszer minden nőnek érdemes lenne elolvasnia. Ennyi lett volna tehát a nőnapi kis külön kiadás. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, terjesszétek az igét, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!